A műsorvezető Fabian Helli. Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Híreink következnek röviden, egy-egy mondatban. Tanácsülést tartottak városunkban. Cáfolta megyei tanácselnök. Hamarosan elkészülnek a szociális tömbházak. Parkosítanak Gelencén. Felújítják az egykori strandot. Most pedig következzenek a részletek. Az év leghosszabb tanácsülését tartották április 21-én a Kézdivásárhelyi városatyák. A több mint 4 órás tanácskozáson a 15 napi rendi pont mellett a Gozkom Kft. Tavalyi záró mérlegét is megvitatták és elfogadták. A közművek tavalyi tevékenységének pénzügyi elemzésével kezdődött a helyi tanács keddi ülése, amelyet a cég szakszervezeti vezetőjének a felszólalása követett, aki azt nehezményezte, hogy a Gozkom vezetősége nem tartja be a kollektív munkaszerződésbe foglalt fizetési feltételeket. A vállalat vezetője erre azt válaszolta, hogy az anyagi lehetőségek függvényében az alkalmazottak javadalmazása elfogadható körülmények között történik, és azzal is egyetértett, hogy a tanács nevezzen ki bizottságot az ügy kivizsgálásának érdekében. A kérdések és interpellációk fejezetnél a tanárok ajándékjegyei körül alakult ki heves vita, majd a városatyák rátértek a napi rendi pontok megvitatására. Elsőként a helyi tanács tavalyi záró mérlegét mutatták be, ugyanakkor sor került az irodavezetők éves beszámolójára is, amelyben ismertették a polgármesteri hivatalban működő szakirodák múlt évi tevékenységét. A következő napi rendi pontot, amely egy őrzővédő szolgálattal való keretszerződés megkötését szabályozta volna, elnapolták, majd megszavazták a városi rendezvényeken bérbeadásra kerülő közterületek használati díját, valamint a közhivatalnoki iroda és a tanügyi intézmények kisegítő személyzetének a szerkezeti módosítását és az épülő tömbházak átvevő bizottságának az összetételét is. Szintén ezen az ülésen hagytak jóvá 2 városrendészeti tervet, valamint a nyújtódik katolikus egyházzal megkötésre kerülő bérleti szerződést, valamint a város erdejéből eladásra kerülő faanyag értékesítési árát is. Utolsó napi rendi pontként a taxival történő szállítás szabályzatát vitatták meg a jelenlevő taxisok részvételével, és ezek javaslatait figyelembe véve úgy fogadták el a határozat tervezetet, hogy mindkét fél számára előnyös legyen. A keddi tanácsülésen a megyei tanácselnöke Tamás Sándor is részt vett, aki a kézdivásárhelyi polgármester sajtóban megjelent állításait szerette volna cáfolni az egész testület színe előtt. A hozzászólás nyomán élénk vita alakult ki, amelynek során a kölcsönös vádaskodások is terítékre kerültek. A megyei tanács elnöke a keddi háromszékben megjelent cikkben elhangzott állításokra kívánt reagálni, amelyben a pedagógusok ajándékjegyeivel kapcsolatosan Rácz Károly polgármester azt nyilatkozta, hogy egyrészt a város költségvetése gátolta ezeknek a juttatásoknak a kiosztását, másrészt pedig a megyei tanács elnök nem adott volna pénzt erre a célra. Tamás Sándor erre 2 magyarázattal szolgált, miszerint a megyei tanács a lehetőségekhez mérten méltányosan osztja el a rendelkezésére álló pénzalapot, másfelől pedig a birtokában levő iratokkal azt tárta a jelenlevők elé, hogy a polgármesteri hivatal havi 100 milliót utal egy udvarhelyi tanácsadó cég számlájára, ami történetesen a Magyar Polgári Párt lapjának a kiadója is. Mindezek mellett az is elhangzott, hogy az összegből a számlák alapján a párt cégházának a javítására is fordítottak volna, ami szerinte megengedhetetlen a kézdivásárhelyi adófizető pénzéből, és ilyen tények ismeretében valótlanság azt állítani, hogy nincs pénz ajándékjegyekre. Rácz Károly polgármester válaszában kifejtette, hogy az említett szerződések olyan tanácsadói feladatok elvégzésére szólnak, amik a hivatal hatékony működését szolgálják, és ugyanakkor kételjeit fejezte ki a megyei tanácselnök román nyelvtudását illetően, aki szerinte a cég székhelyén elvégzett tanácsadói munkát összekeveri az épületjavítási munkálatokkal. A párbeszédbe Fekete Károly pártelnök is bekapcsolódott, aki politikai támadást vélt látni a dologban, és kihangsúlyozta, hogy az udvarhelyi MPP székházban az utóbbi időben senki nem végzett semmilyen javítási munkálatot. Ezek után a felek próbálták érvekkel alátámasztani állításaikat.
Előkerültek a számadatok, ezek cáfolatai, majd szerre a tanácsosok is bekapcsolódtak, véleményezve az elhangzottakat. De mielőtt teljesen politikai csatározásba fordult volna a dolog, a tanácsosok lezárták a vitát. Az ülésen elhangzottakat teljes egészében szombat délelőtt, a helyi adás ismétése után tekinthetik meg, és ezek ismeretében kiki eldöntheti, hogy kinek ad igazat. Néhány hét múlva elkészül a két szociális tömbházlakás a Kézdivásárhelyi Vágóhíd utcában. Az építők jelenleg a belső munkafronton dolgoznak, és ha a víz és csatornahálózat kiépül, a nyári hónapokban átadhatóak lesznek a lakrészek. A változások után egyre kevesebb lakás épült Kézdivásárhelyen, amelyet a fiatal házasoknak vagy éppen a lakásigénylőknek tudtak volna átadni. Eddig több mint 400 ilyen jellegű igénylés érkezett be a polgármesteri hivatalhoz, és ebből alig 100 családnak tudják a kérését teljesíteni. Az elmúlt 20 év alatt két alkalommal adtak át szociális lakásokat, egyszer a Csernátoni úton és nemrég a Betlen utcában. A Vágóhíd utcában épülő két tömbházlakás olyan 24 család lakásgondját fogja majd megoldani. Az egyik tömbházban is 12, a másikban is 12, összesen a 12 lakrészből az egyik tömbben van 4 háromszobás, 4 kétszobás és 4 garzon, de 4 45 négyzetméteres garzon. Úgyhogy az is másfél szobás lakrésznek felel meg. A 95%-ban kész vannak a munkálatok. Mi reméljük, hogy maximum egy másfél hónapon belül át tudjuk adni a munkálatokat. A lakások néhány hét alatt elkészülnek, most már csak a polgármesteri hivatalon múlik, hogy mikor végzi el a vízbekötési és csatornázási munkálatokat, és rávár még a tömbházak körüli terület rendezése is. A tavasz megérkezésével Gelencén is beindultak a községszépítő munkálatok. Egyelőre parkosítanak, virágokat ültetnek és új zöldövezeteket alakítanak ki. Kézdivásárhely is példát vehetne Gelencétől már, ami a parkosítási munkálatokat illeti. Míg városunkban esetenként indokolatlanul is kivágják a fákat, addig az erdővel teljesen körülvett Gelencén arra törekednek, hogy minél több zöldövezet legyen a településen. A már meglévő kis parkokban virágokat és csemetéket ültetnek, így csinosodik az úgynevezett főút két oldala. Ismét szépül a Hősök tere, a tavaly felállított Szent Imre szobor környékére is virágokat telepítenek. A nagyközségben a parkosításon kívül hamarosan egy óriási munkálatba vágnak, ugyanis megkezdik a csatornarendszer kialakítását. A csatornázást a polgármesteri hivatalnál kezdik, majd lassan kiterjesztik az egész falura. A kormánytól 4 millió új lejes támogatást kaptak erre a célra, de ez a pénzösszeg a község elöljárója Szakács Tibor szerint nem lesz elegendő a település teljes lefödésére. A nagyközségben ezelőtt néhány évvel már megoldották a vízvezetést, így aki akar, rá tud csatlakozni a rendszerre. Ha a csatornázás megvalósul, akkor Bereck után Gelence lesz az első község, amely ilyen jellegű infrastruktúrával rendelkezik. Megkezdték az egykori strand felújítását. A tervek szerint ebben az évben már átadják a medencét, jövőre pedig tovább bővítik a létesítményt. Az egykori május 1 strandot, amelyet már évek óta nem használtak, 2006 elején vásárolta meg a polgármesteri hivataltól az egyik kézdivásárhelyi cég. Ennek újraindítása korszerű szűrőberendezések nélkül lehetetlen volt. Éppen ezért a strand teljes átépítését kezdték meg az elmúlt napokban. Jelenleg az új kerítés felépítésén és az egykori öltözők felújításán dolgoznak a munkások, majd a medence átépítésével folytatják a munkálatokat. A tervek szerint egy európai színvonalú szabadidőközpont van kialakulóban, amely számos szórakozási lehetőséggel várja majd az ide látogatókat. Lesz benne vízmasszázs, élményfürdő, hárompályás úszórész, bárpult a vízben, 3 darab óriás vízicsúszda a gyerekeknek és 2 gyerekmedence is. Magyari Levente cégvezető szerint a medencét már erre a szezonra át szeretnék adni, ugyanakkor idén még egy mini focipályát is kialakítanak. Ezen kívül játszóteret és színpadot is terveznek a medence mellé, ugyanakkor jövőre egy fedett uszodát is akarnak építeni a közel 14 ezer négyzetméter nagyságú területre. A beruházás teljes mértékben önerőből végzik el, és ezzel egy olyan sokrétű szórakozási lehetőséget biztosítanak a Kézdivásárhelyi közönségnek, amelyet most még csak a Brassói Vízipark biztosít. Kedves nézők, ez volt az aktuális magyar nyelven. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!